Nagy szeretettel köszöntöm a Sláger visszapillantó című műsorának nézőit. Hát szerintem sokan még nem iratkoztatok fel, hogy legyetek olyan kedvesek a kis gombra kattintani, illetve hogyha a is megnyomjátok, akkor tudjátok rögtön értesültek az új tartalmakról. Köszönjük szépen! Szerintem sokan jártatok már mondjuk közlekedési múzeumban, vagy olyan tárlatokon, ahol régi autókat meg lehet tekinteni, és bizonyára ismerős az a bizonyos bot, amin van rajta egy ilyen kis zsinór, és akkor nem lehet közelebb menni az autóhoz, mert ott el van kordonozva. Hát merőben más megközelítés, ami most következik. Koltai Péter a vendégem. Szervusz! Szia Tamás, sziasztok! De a, azt tűzted a zászlódra, hogy megmutatod az elmúlt évtizedek autóit, ö, elsősorban magyar viszonylatban, tehát ami itt az utcaképet meghatározta, ugye? Ezt nagyjából úgy jól tudom. Így van. Oké, okay. ez honnan jön ez a Geller? Ha, se sehonnan, csak úgy oké. Okay. A... Péterre majd legközelebb folytatjuk. Hogy... <laughs> de hát figyelj, de hogy mi a, hogy, hogy sehogy. Tehát, hogy hogy kezdődött? Nem baj, hogy belebeszéltél. Ne, nem baj, jó, ez egy műsor. Ez egy, ez egy, műsor. Közben a rendező kolléga már rögtön bonyolítja a dolgokat. Oké, okay, sehogy. Ez nekem, tehát hogy nekem is jöhetne egy ilyen gellert, hogy, hogy én mondjuk otthon szeretnék így, így, birtokolni ezeket, és én magam nézegetni. De hogy, hogy ezt másnak megmutatni, vagy, vagy onnan, tehát ez hogy indul el? Hát ennek van valami eredője. Valahol kezdődött, persze, derültékből, mint villámcsapás, szertettünk egy-két szocialista járműre, és ö, amikor talán a harmadikat hoztuk haza, és fölcsörröztük, és összeolajoztuk a kezünket, akkor úgy éreztem, hogy ez nekem kell, és azóta folyamatosan ez az érzés tart. Ö, ahogy bővült a gyűjtemény, ugye akár az 50 darabnál, akár 100-nál, 300-nál, 500-nál voltak ilyen határszámok, mindig azt gondoltam, hogy a vége van, de nem lett vége de egyre inkább nyilvánvaló volt, hogy ez egy olyan tárlat, amit meg kell mutatni az embereknek. Tehát a vége felé már arra bazíroztunk, hogy legyen minden, amit a 70-es, 80-as évben láthattunk az utcán. Ez legyen személyautó, munkagép, traktor, busz, teherautó. Ha visszamegyünk itt most, a több százas számot említed, mennyi most jelenleg egyébként a számláló az hol áll? 720 alatt valamivel. De nem ez a szám a lényeg. Van benne kb. Egy felesleges 70 darab jármű, ami duplikált, eladásra kerül. Tehát, ami beleszmúlhat, az kb. 650. Ezek különböző járművek. Tehát ez a szám, ami lefedi azt a tartományt, amit akkor láthattunk azokban az évtizedekben. Ha még a hármas számnál maradunk, akkor ott ez már egy kimondott cél volt, hogy annak érdekében veszitek meg azokat az autókat, ami nem tudom, hogy mi volt az az első Igen. három, hogy ezzel majd te egy tárlatot, te ezt meg akarod a mutatni három a darab, közönségnek? Nem, saját célra, saját hobbinak. És talán még 50 darabnál is, ami elsősorban barkaszokból állt. Még az volt a cél, hogy saját gyűjtemény legyen, és csak ezzel foglalkozzunk. Ugye valamit kell nyugdíjas csinálni, ami mondjuk nem stresszes, de hát belefutottam, és ebből lett ez a mennyiség. Mi lenne, és... ha vennénk 50 darab barkaszt öregkorunkra? Van. <laughs> van. hogy pája modell. Igen, de így most sokkal színesebb az egész tálat, és sokkal többre hivatott, mint amire Anna én ezt kitaláltam bő három évvel ezelőtt. Amikor ez az egész így elkezd mint a fazékból így kidagadni, uh -huh. tehát amikor már vannak irányok, vannak célok, önmagát gerjeszti a folyamat, ezt, egy az, hogy anyagilag hogyan lehet ezt alátámasztani, tehát ezt te önerőből tolod, vagy itt támogatókat is be kellett húzni ebbe az egész dologba, hogy ez működőképes legyen, és olajozza az egész rendszert, illetve ez családilag és minden tekintetben, tehát ez valami annyira extréma, hogy te elmondod, hogy, hogy ez, ez hogy áll össze. Hát annyira extrém, hogy sokan nem hiszik el, vagy nem tudják elképzelni, azoknak meg kell mutatnom, és akkor mindjárt képbe kerülnek. Volt is ilyen rendezvényünk a közelmúltban, amikor azokat, akiket közel magam magamhoz, elinvitáltam, hogy legyen fogalmuk arra, hogy mi ez. Én tulajdonképpen mindenemet elköltöttem erre, de így van rendjén. Ugyanaz, úgy azt gondolom, hogy, hogy a, a elkövetkező évtizedeimben ez lesz a hivatásom, ennek szenteltem az életemet, tulajdonképpen 0-24-ben ezzel foglalkozok. Ennek te utána számoltál? Anyagilag? Uh -huh. Csak sejtésem van. <laughs> Valami nagyságrendi számot tudsz mondani? Hát súról egy nagyon nagy értéket alulról. Úgy az autók ö, és a parknak a, a, a fejlesztése, a megvásárlása, hiszen ez egy 37 hektáros park rengeteg növényzettel. Ugye szempont volt a park kialakításánál, vagy az elképzelésemet, hogy megvalósítsam, hogy ez egy parkban legyen, egy nagy látogatható, sétálható parkban legyen bemutatva, úgyhogy a járművek viszonylag szanaszét vannak szórva területen. Tehát ez egy napos kirándulás nálunk. Na most és a... és a park lehetővé teszi azt is, ha ezeket a járműeket majd vezethessék az emberek, akár jogosítvány nélkül, de azért egy B-t írjunk elő, és ne csak körbe-körbe, hanem akár egy négy kilométeres változatos útszakaszon, ami kresztáblákkal lesz szofisztikálva. Tehát ez egy magánterület, de szinte egy szimulált közlekedési szituáció tudsz előállítani. Egyértelműen. Lesz trafipax is, vasúti kereszteződés, a... Oké, okay. ez maga a KPST park, ami, ami, ami létrejön, és nagy erőkkel haladtok e felé. Na most egy kicsit a járműállományra még menjünk rá. Ugye azt mondta, hogy ilyen 720 környékéről uh -huh. van szó jelenleg, amiben van minden, tehát hogy az autótól a busztól a munkagépen keresztül mindenig. Ezek milyen állapotban vannak? Ezek alapvetően felelt állapotban vannak. Tehát egyértelműen az a cél, hogy a autókat vásárolta, Egyrészt amilyet kaptam, mert van -e, amiből esetleg ez az utolsó. Illetve hogy ezeknek adjunk egy újabb esélyt. Ilyen mennyiségben ugye nem lehetett olyan autókat vásárolni sem, ami, ami szép és felújított. Ezeknek az autóknak a felújítását majd a látogatókra fogom bízni, hiszen a parkot non-profit módon szeretném üzemeltetni. Eddig belefetszöltem, majd belefetszöltem, de majd ezek után a látogatói bevételekből fogjuk finanszírozni a a felújítását hogy hogyan hárman vagyunk, akik ezt csinálják, nem, nem mi fogjuk, el fogjuk vinni megfelelő műhelybe, ahol ezeket nem fogják restaurálni, mert nem cél, autentikus állapotban szeretnénk megőrizni őket, legyenek hiánytanak, üzemképesek és esztétikusak lehetőséghez mérten, megőrizve annak a kornak a, akár az illatát is, mert bármelyik autót kinyitod, akkor ugyanaz a jellegzetes szag van, ami az adott típusra jellemző. És abban is bízok, hogy azok, akik eljönnek hozzám, és láttak ilyen autót gyerekkorukban, volt a családba, szomszédba, azoknak kellemes emlékeket fog visszahozni. Érzéseket. Hogy, hogy állítod össze a palettát? Tehát, hogy ezt felütöttél egy, nem tudom, Merkur katalógust, egy 1900, nem 78-asat, és akkor nézzük, hogy most ebben az adott évben milyen típusokat lehetett vásárolni, vagy előjegyezni, és akkor azok alapján mentél végig, hogy akkor most ezt a listát nekem be kell gyűjteni? Nem, ettől nehezebb dolgom volt, úgy érzem, egy semmiféle kapcsolatom nem volt a járművekkel, tehát sem a szakmám, sem a gyerekkori érdeklődősem nem volt olyan, hogy... Most ezt indokolná, hogy ilyen autóim vannak. Amire emlékeztem, azokat begyűjtöttem, és akkor jöttek föl újabb emlékek, hogy mi hiányzik még. Most például ilyen a Polonéz, ami följött, hogy ugye ez egy lengyel típus. Van utódja valamilyen szinten, de egy olyat szerezni kell, és nem is megfizethetetlen, hazaszállítva sem, úgyhogy ez most egy projekt a nyára, hogy szerezzünk -e egy olyat is. Nyilván rengeteg lengyel filmben láthattuk ezt annó, élőben talán nem fordult elő Magyarországon. Mik azok a típusok, ami mondjuk a legnagyobb fejtörést okozta, hogy beszerezd? Hát a Renault sorból hiányzik néhány típus, ami Magyarországon nem fordult elő, de mivel elkezdtük építeni 4-estől a 25-ösig a sort, és ez egy sor, ami foghíjas tud lenni, ilyen a Renault 6-os sikerült már beszerezni, a hetes, ami az ötösnek a lépcsős hátú változata, nem egy szép darab, de létezett. Ilyen talán a nyolcas, ami megegyezik a Dacia 1100-assal, most Dacia áll helyette, a a sorban, illetve a Renault 30-as. Tehát ezek nem voltak feltétlenül Magyarországon felhetőek, ezt majd Spanyolországból, Franciaországból kell beszerezni, pusztán azért, hogy ne legyen foghíjas a sor. És akkor így megvan a sor. Most csukjuk be egy kicsit a szemünket, és akkor képzeljük el, aki nem járt még nálad, mert ugye volt egy ilyen, hát nyílt nap, vagy, vagy mi is volt hát ez most ö... május elején? Zárt körű rendezvény volt. Három Zárt körű nap, igen. Olyanoknak, akiktől elfogadtam kritikát, pozitív kritikát kaptam elsősorban, rengeteg tapasztalatot szereztünk. Ugye ez egy háromnapos, hosszú hétvége volt május 1 és csináltunk délután és délután egy-egy tálatvezetést. Tehát egyértelműen leszültük belőle, hogy ez rengeteg. Tehát napi egyet fogunk tartani, kicsit későbbi kezdéssel, ahova a távolabbról érkezőek is el tudnak jutni időben. Ebédszünetet tartunk, kialakult az az elképzelés, hogy, hogy, konzervet fogunk adni, klasszikusan, friss kenyérrel, meg valamiféle innivalóval, Nincsen kapacitásunk arra, hogy főzőcskézzünk, meg mindenféle engedéket beszerezzünk azt tudjuk megvalósítani, amennyire emberileg hárman, ugye hárman csináljuk, képesek vagyunk. Számtalan egyéb más tanulsága is volt a hétvégének. Ilyen például az, hogy ugye a terület, és elkaphat az eső bármikor minket. Tehát fogunk szétszórni egy-két csuklós buszt, hogy elkap az eső, akkor legyen hova menekülni. Ilyen praktikus, illetve, hogy éppen van. Illetve volt, volt szükség arra, hogy, hogy valakinek el kellett mennie, és ki kellett juttatni a területről. Mm, korábban eladó volt három darab fauvél pólong. Egy sárga, egy piros és egy fehér. Aztán rájöttünk, hogy nem adjuk el. Mert lehet sárga angyalt csinálni, tűzoltó autót és egészségügyi autót. Már Kerülnek hamarosan fel a maticákra, ezek is szét lesznek szorva a területen, hogyha szükség van rá, hogy ugye a terület legtávolabbi része egy kilométer bejárattól. Azt, azt autóval könnyebb megtenni. Hát szinte egy kis világot építesz. Igen. A... Szeretném visszahozni az akkori régi emlékeket, mentalitást, feelingeket. Ezt kapunk belül, úgy gondolom, hogy meg tudom tenni, és ez az irányvonal nálunk. Most egy ilyen, hogyha megnézzük a bürokratikus részét a történetnek, mert hogy annyira idillikusnak hangzik, csak kicsit én hadd jöjjön a szkeptikus énem elő, tehát hogy próbá, próbálkozhatok? Persze. Szóval egy ilyen parkot, egy ilyen létesítményt akár üzemeltetni, megnyitni, fenntartani, ennek milyen korlátai vannak, vagy milyen kritériumai? A hatóságok tekintetében mm -hmm. rengeteg, aminek igyekszünk megfelelni, illetve rengeteg olyan, amit még esetleg nem tudunk, de menet közben ki fog derülni. Mert azért úgy elképzelem, hogy oké, okay, hogy ugyan magánterületről van szó, de hát mondjuk egy csuklós ikaruszt B-kategóriás jogosítványjal vezetni, tehát nem tudom, pusztán az, hogy magánterület ki van írva, ez innentől fogva. Ha ba... közúttól elzárt terület, minimum egy sorompóval elzárt terület, akkor azon belül lehet bármit csinálni ilyen tekintetben. Hát akkor én indulnék is, szervusztok! Ez azért jól hangzik. Na, oké, okay. milyen, milyen volt ez az első nap? Mert akkor ez, ez már nagyjából volt egy ilyen szimulációs gyakorlat, hogy akkor Igen. ez hogyan néz ki a valóságban a park. Megérkeztek, hányan voltak? Körülbelül 200-250 nem voltak a wow. hónapban. Ez ö, szétoszlott különbözőképpen, időjárás függvényében, napszak függvényében. Legtöbben elsőjén érkeztek. Ö, hát a a alkalmával sétáltunk egy nagyot. Elmeséltem a terveimet, ez egy fontos dolog volt. Majd, mivel van a birtokunkban egy Dotto nevű kis vonat, ez a klasszikus, ami a Margi-szigeten közlekedett, meg a Hungexpo területén is, ezzel mentünk hátra azokra a területekre, ahol még nincsen jármű, de már a park félkész állapotban van. Itt sokkal többet tudtam mesélni, hogy mi várható, amit eddig esetleg nem tudtak elképzelni, azt most meg tudtam mutatni. Majd a a harmadik része a tálatvezetésnek szintén a járművek között folyt. Az, az azon alkalommal a teherautókat mutattam meg, amik egyelőre még a fűben parkolnak, ahol depoztuk őket annó, és amint elkészül a helyük idén-nyáron, a helyükre kerülnek murvás területre, szétszorva a parkban. Pont. Elképzeljük a szituációt. Most azt mondhatod, hogy ugye mentetek olyan részre, ahol még nincsenek járművek. Ezt a 700 plusz mennyiségű járművet, ezt hol tárolod? Mind már ott van a területen? Vagy, vagy ezt mondjuk, amikor még nem volt meg ez a terület, akkor hogyan tárolta? Tehát ennek a logisztikája önmagában egy horror. Akkor még nem volt ennyi jármű. Akkor is gondot okozott a balkaszoknak a tárolása. Volt a cégudvaron, ismerősöknél, kollégáknál. Egykori barátoknál, akik már nem azok. Tűn. Igen, igen, így, ha szertettünk egy közeli épületet, ami egy várat formáz ecseren, és ott kezdtük el kinőni magunkat, és két évvel ezelőtt eljutottunk oda, ahol most vagyunk, ez Vápolta mellett van a mellett a nyolcas út tövében, ahogy a 36 hektár rengeteg lehetőséget biztosít. Most ennek töredékén van most egy talán két hektáron tárolva az összes jármű, illetve néhányat még be kell gyűjteni az ország minden részéről. Ezek főleg azok a járművek, amiknek igen nehézkes az elszállítása, tehát parázunk tőle, de néhány hete elkezdtük ezeket is szállítani, és örömmel tölt el, amikor sikerre járunk a nap végén. Tegnap volt egy ilyen körünk például, Debreceni Reptérről hoztunk néhány járművet. Ez egy hosszú kör, tehát reggel a hat fél hét körül indulunk Fálpalotáról, Máté Szalka, ott vettünk föl egy nyergesi fát, majd elmentünk a reptére, és hát tulajdonképpen ülői jutottunk a vezetési idők, munkaidők tekintetében, mert lejárt és ez ma került le Gábor kollégám által a lápoltál, leszették a szerelvényt, holnap Békés következik, ahol egy zilt fogunk, viszont egy targoncát, és egy, egy volán konténer szállító zilt kell úgy szétszednünk, hogy 4.30-as magasságú beférjünk, hiszen ennyire van engedélyünk, és nem akarjuk lekasszálni a felüljárókat se az autópályákon. Ez a holnapi projekt. Én is gondoltam, hogy a piacra beugrok még meló előtt, de kicsit <laughs> monumentálisabbnak tűnik a te holnapi napod. Oha, ö, ö, ennek a logisztikáját ezt hogy oldjátok meg? Értem, hogy most elmondtad nagyjából, hogy hogy van leírva. Tréler, bérlés, stb. Most, mintha említetted volna, hogy oké, még itt van a busz, tehát, hogy valamit már megvettél, ki van fizetve, oké, de azt még el se hoztad? Tehát, Igen, hogy... van olyan jármű, amit talán bő két évvel ezelőtt vásároltam, és még ott van, attól vásároltam, mert türelmes az eladó, tudja miről van szó, szóval, van helye. Ö, viszont ö, van olyan jármű amit megvásároltam talán két éve, és, és tudom, hogy már nincs meg, mert vagy eladták még egyszer, vagy szétvágták. Oh. Ö, igen, van ilyen negatív ö, vonzata is a történetnek, hogy most a vége felé csapódik le, amikor mennénk érte. Mikor és, kiderül? És mm -hmm. nincsen. Hát ö, még amikor zöldfülű voltam, vagy ettől zöldfülűbb, és ö, első néhány autót vettem, akkor autószállítót küldtem érte. De mivel nem birkozott meg egy járművel, hogy elhozza, ezért kellett nekem bérelni egyet, és nekünk elmenni, és megoldottuk. És onnantól, ugye ezt iskolában nem tanítják, az ember vérében vagy képes -e, vagy sem. Úgyhogy ö, egy kis három és fél tonnással kezdtük a szállítást, amikor még nem voltak nagy autóim, majd vettünk egy kamiont, és azzal szállítjuk a nagy járműveket. Ami meg attól is nagyobb, mondjuk csuklós busz, azt Sult is barátom felkérésre beüzemeli, még a 10-20 évvel ezelőtt működött utoljára akkor is, és lábon hazahozza. Rengeteg ilyen járműünk van. Illetve van olyan, amit a súlyánál fogva nem tudunk majd szállítani, hanem lábon kell elhozni. Ez egy 18 tonnás csepel pénzszállító teherautó, az a klasszikus nagy batár ránézése, amit által meg is támadtak a 90-es években, és van nem a szélvédőn. Tehát ez egy olyan dolog, amit ki kell ásnia a fűből, a, a fák közül be kell indítani, üzemképessé és akkor lábon haza csorgunk. Na, amikor már itt tartasz, hogy 700 járművet, vagy annál többet már megvásároltál, akkor nyilvánvalóan az az adott közönség, az már tudja, hogy te mivel foglalkozol. Tehát, hogyha felbukkan valami, és mondjuk az valóban érdekes lehet, akkor tudják, na, ez a Péter biztos, hogy fogja érdekelni, és, és ő meg is veszi, hogyha az érdekes. Az az elejénél, ez hogy indult el, amikor, amikor, mondjuk valóban téged olyan kuriózumok érdekeltek, hogy igen, ez kell a gyűjteménybe, meg ennek, ennek meg kell, hogy legyen. Tehát ezeket hol kutatod fel? Hát minden olyan fórumon, ahol más is. Tehát alapvetően online felületeken, aztán már szólnak ugye ismerősök, hogy vannak járművek. az elején még nem volt probléma, de miután kiderült, ugye, hogy engem sok minden érdekel, ezzel úgy gondolom azért sokan visszaéltek. Tehát nekem adott dolgokat muszáj volt megvenni. Mindegy, majd egyszer megtérül valamilyen szinten, meg, meg adott esetben nem ment vasba. Ugye, pont abban az időszakban kezdtem gyűjteni elmeket, amikor a vasára ötszörösére fölment. Tehát van, amit nagyon-nagyon drágán vettem meg. Na igen, de az most nem ér semmit, mert a vasár most meg piszkosul lemegy. Na nint, egy ezeknek az autóknak nem, nem a, a, súlya az értéke, hanem az, hogy ez, ez, ezek az autók a 70-es, 80-as évek korlenyomatai lesznek. Egy kupacban bemutatva. Azt mondhatod, hogy a felújítás, tehát nem restaurálásról van szó, hanem üzemképes, működőképes mm -hmm. állapotban, hiánytalan állapotba akarod mm -hmm. ezeket visszaállítani, és így megmutatni. A, ennek az állapotnak is az elérése azért, hogy el tudom képzelni, és a lelki szemeim előtt, nyilván ahogy a a fűből húzzátok ki a, nem tudom, teljesen mindegy, hogy micsodát, mm -hmm. most legyen szó terautóról, vagy, vagy amik nyilván azok még, még jobban elhasználtak, tehát hogy nyilván egy munkás autó, amit effektíve arra használták, amire való, azért az ütve vágva volt, tehát hogy azért az kapott az élettől, még jobban talán, mint egy személyautó, de hát mondjuk csak felépítésénél fogva is, a személyautó szépen leül mondjuk a földre, és utána elkezd rohadni, mint az állat. Na most ezeknek a feltámasztása az, hogy egyáltalán működő képes legyen, tehát hogy azért az egy rettenetes történet. Hát csak gondolj bele, hogy mondjuk ezek az autók nem feltétlenül tiszták. Tehát kivakarni a mocsokból őket, ott nálunk is, mondjuk autonként egy nap. Tehát két még év. csak annyi, hogy egyetlen oda két, tehát... két év. Ja, 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 ja. Igen, igen, igen. Ez, ez a küldetés, ez nem két évről szól. Ez azt gondolom, hogy évtizedekről szól. Ez kell, hogy menjen én utánam is. Ö, illetve úgy hiteles, hogy bemutatom a járműeket jelen állapotukban. Tehát a park meg fog nyitni olyanok a járművek, amilyenek, nem mit tettük azzá, nem vigyázott az elő, előző gazdája rájuk, és akkor én be fogom tudni mutatni a változást az autókon. Tehát ha eljössz hozzám, és megnézed, és visszajössz egy év múlva, akkor kell, hogy lásd a változást, hogy a te kis belépő díjadért ott igenis történt valami. Megint olyan idillikus. És én kicsit nem is, nem is azt mondom, hogy úgy érzem magamat, mint ilyen valamilyen ö, piramis játékba szeretné engem behúzni, de hogy tényleg ilyen, Te Annyira, annyira jó, hát magam állítottam a csapdát, de hogy tényleg egy ilyen MLM rendszer, tehát hogy és hidd el, és csak befizeted, és minden évben is, és, és nyilván ez az autóbúzéria, ami búzok bennünk, tehát hogy ez engem nagyon húz be, tehát hogy egy ilyen veszélyes pontot birizgálsz ezzel, és annyira szeretném hinni, hogy ez így legyen, tehát hogy ez működőképes legyen. Egyrészt nyugodtan eljelted, hogy működőképes, mert amit létrehoztunk, a nullába hoztuk létre. Amit én akkor kommunikáltam, az megvalósult. Ez így lesz a jövőben is. Ez egy mondjuk egy személyes vállalkozás a két kollégámmal, tehát csak mi hárman döntünk abban, hogy mi hogy lesz észszerű döntések keretén belül. Mikor fog megnyitni a park a nyilvánosság előtt? Hát a park megnyitása az pedig már tavaly május egyre lett tervezve. Sajnos a kivitelező trájánysága miatt, aki a múlva terítést, illetve a földmunkákat végezte, ez eltolódott. Ez a munka ránk marad. Olyannyira, hogy elmúlt hétvégén hárman kollégáimmal elterítettünk egy fél hektáros területen murvát. Ez egy nagyon klassz program volt. ez kívánom mindenkinek, hogy próbáljon ki egy vóvó rakodógépet. Munka fantasztikus érzés volt. Szóval, bármi is történik, augusztus 20-án szeretném meginti a parkot. Olyan állapotban, amilyenben be. Csak azért, mert hogy ne de húzzam tovább az embereket, mert nem ez a cél. Rajtunk kiválok, hogy nem sikerült megvalósítani, de higgyel mindenki, hogy ezen vagyunk nap mint nap. Ha visszamegyünk oda, ahol becsuktuk a szemünket, és megpróbáljuk elképzelni a parkot, akkor ez picit próbáljuk leírni a kedves nézőknek, hallgatóknak, hogy néz ki. Ugye említetted, hogy azok a buszok, amik még a fűben állnak, azokat már a murvás részre fogjátok majd parkoltatni, és ott fognak állni. Ami elkészül, és mondjuk olyan állapotban fel, felhozzátok, hogy az az vállalható, és mondjuk akár vezethető, akár működőképes, mm. tehát a, a cél, célig elérünk vele, akkor ezeket ugyanúgy visszaparkoltatod mondjuk a murvára, vagy, vagy az mondjuk már kap valami borítást, fedést, tehát hogy egy kicsit akkor azt már óvjuk mondjuk a jövőre nézve első körben dedikált járművek lesznek a vezetése, tehát nem a sorba fogjuk kiszedni őket. Egyrészt vannak olyan járművek, amiből több van, ez könnyen megvalósítható, másrészt ezek a járművek jelen például üzemképesek. Tehát ezek egy külön placon lesznek tárolva. Nem minden jármű szerintem azt, hogy fedett területen legyen, bár ebben megosztanak a vélemények, és nagyon sokan mondják, hogy rohasztom a járműveket, de hát ha kinézek itt nálatok az ablakon, akkor nagyon sok jármű rohadt kint az utcán, mert nincsen fedett területen. Ezek a járművek 30-40 év alatt kerültek olyan állapotban, amilyenben tehát most még egy-két évig kibírják azt, hogy nálam nincsenek tető alatt. A személyautóknál cél, hogy tető alatt legyenek idővel, mindenféleképpen. A buszoknál azt szeretném megoldani, hogy alulról ne kapjanak csapadékot. Ott a legnagyobb problémát a felpároga nedvesség jelenti, mert olyan az aljuk, mint egy búvárharang, és onnan rohadnak. Nyilván a másik fontos dolog, hogy ne ázzanak be. A teherautóknál nem célez. Egyrészt, mert nagyon szét lesznek szorva a területen, hiszen minden márka az egy 50-100 méterre egymástól található, amorf területeken. Tehát minél változatosabban kialakítani a, a területek formáját, dombból csinálni bevágást, vagy föltölteni egy területet, hogy létrehozzunk egy síkplacot, Tehát ott emiatt is lehetetlen. Illetve, ha belegondolunk, akkor ugye a teherautók jó nagy része az életükben soha nem állt fedett területen. Oké, okay. nagyjából akkor látjuk a dolgot. Most azt mondtad, hogy dedikált járművek vannak, lesznek uh -huh. a vezetésre, az élményvezetésre, mert uh -huh. ez vastagon alá lehet ez húzni. Ez fontos momentum. A, ezek jelenleg mik? Május első hétvégén egy csuklós 280-ast, vagy talán C80-ast iktattunk be ebbe a programba, volánbuszos színekben, mm, amit még lányok is vezettek ugyanúgy vezettek Renault Magnumot, és két tűzoltóifa volt még a palettában. Mindenik nagy sikert alatott. Ugye, Bés jogosítvány az előírás, nálunk ez a házi rend része, hiszen azért illik tudni, hogy, hogy kell tekerni a kormányt, hogy kell nyomkodni a pedálokat, de olyanok is, akik húzóckodtak a programtól, vagy lányok, előszeretettel, és látni kell az arcukat utána, tehát az leírhatatlan, amikor mernek az emberek gyerekek lenni újra. Mi ezt a kollégáimmal nap mint nap átéljük. Tehát ezt kívánom a többieknek is, akik ellátogatnak egyszer majd hozzánk. A nagyon fontos momentum, hogy nem vagyunk nagy múzeum. Ezért, ahogy számoltuk, egy dottónak a férőhelye az 48 fő. Tehát mi 48 főt tudunk egy nap fogadni úgy, hogy mindenki elégedetten távozzon. Na, ez is fontos momentum, amit mondtál, az utolsó mondat. Az elégedetten uh -huh. távozzon? Mindenki elégedetten Igen. távozzon. Én, én célul tűztem ki mindenféleképpen azt, hogy aki eljön hozzám, az, az az maximálisan elégedetten távozzon. Ne legyen szomjas, legyen hol pisilni napközben, ne legyen éhes, ne kiabáljanak mellette, legyen hol parkolni, ne kelljen pocsolyában tapicskolni. Én azt szeretném, hogy maximálisan elégedetten távozzanak. Ez ez nyilván a felhasználó oldala. Tehát ezt olyan teszem a parkot, amilyenné én szeretném, amilyenek én szeretném látni látogatónak. Egy kicsit itt visszaköszön a, a cégem, ami ezt az egészet szponzorálta, a Garden Gate Kft., ahol mi olyan termékeket gyártunk, saját fejlesztésű kapunyító elektronikákat, amire örök garancia van. Ez nincs leírva, mert ezt nem lehet megfogalmazni, de olyan terméket gyártunk, amit nem hoznak vissza. Ne hozzák vissza. Én, ha veszek valamit, én nem szeretném visszavinni két év múlva. Legyen örök életű. Örök garancia. Ez, ez, ez úgy működik nálunk, hogy amit a villám vagy túlfeszültség tesz tönkre, az nyilván nem garanciális. De ha egy alkatrész tönkre megy benne, mert mi rosszat szereztünk be, gyári hibás volt, alul méreteztük, vagy valamiféle tervezési hiba, apropa, egy gyártási hiba, apropó, nem működik, az nem az ügyfél sara ahhoz neki semmi köze. Tehát ez, ez, egy kicsit ugye furcsa irányvonal, nem megszokott szerintem a mai világban. Hasonlóan furcsán kell elképzelni a part megvalósítását is. Tehát amiket én mondok, azok nem üres szavak. Én ezeket valóban szeretném megvalósítani. Ez nem így lenne, akkor magamat köpném szembe. Úgyhogy mindenki elhiheti, hogy ez tényleg úgy van, mint a nagykönyvben. És nyugodtan csukja be szemét, képzelje el, hogy ez pontosan így lesz megvalósítva. Amikor azt említetted, hogy, hogy igazából te nem volt annyira autós ember soha, és annyira ez téged nem mozgatott meg. Akkor most ugrunk egy baromi nagyot az időben, és ott van a, akár a C80-as Icarus, vagy bármelyik, ahová éppen most tessék elünk be valakit, hogy nyugodtan ki lehet próbálni. Uh -huh. Na most ezeknek a, az üzemeltetése, a, a, az, hogy egyáltalán működésre bírjuk, ehhez azért egy baromi nagy háttértudás kell. Ez honnan ö, jön össze? Hát... Ö... Nekem nem ez a végzettségem, a kollégáimnak, se, de azt gondolom, hogy egy férfi vérében benne van az a dolog, hogy azért hozzákonyít egy ilyen dologhoz, mm, emiatt nem probléma. Hogyha mélyebb szaktudás kell, akkor arra van szakemberünk, a korábban említett Sult is, Tomi, aki mindent beindít és mindent hazavezet, a világ végéről is, még ha 30 éven keresztül állt is. De ha már őt emlegetem, akkor hagyjam, említsem meg a két kollégámat, Gábort és Árpádot, akik, akik aki nélkül nem lennénk sehol. Ez mit jelent, hogy nem lennétek sehol? Ez a munkafolyamat, munkafolyamatokban ez, ez mit jelent? Mindent. Mindent. Tehát ugyanúgy a, a földmunka, amit említettél attól kezdve. Ugyanúgy közel benne, -huh. hiszen van vóvó homlokrakodónk van, unirakunk van, ilyen billencs, olyan billencs, amolyan billencs, billenc, vannak darusautóink, tehát ők mindegyiket vezetik, és használják, és csináljuk a parkot napról napra hogy kész legyen. Mindig hozzáteszünk egy apróságot, ami mindnyájunkat jó érzéssel tölt el. Na, akkor csak azért, mert én már nagyjából tudom, hogy ö, miről szól a dolog, azért ö, ilyen megpróbálom kellemesen felvezetni, ha már minden ilyen szinte idealisztikus, nekünk kedves parklátogatókra nézve, akkor most a végénél, amikor már ott tartunk, hogy tényleg már-már az orgazmus pillanatába értünk, akkor jön a kiózanító valóság, hogy hát és ez mennyibe kerül per fő. Mivel még nem nyitottunk ki, csak kapizsgáljuk azt, hogy milyen díjat lehet ezért kérni. Egyrészt ugye le kell szögeznem, hogy ez nem zsebbe megy. Ez a partnak az üzemeltetésére, az infrastruktúra fejlesztésére, az autók felújítására. Tehát ha én ebből bocsánat, ha nem ebből, de hát egyáltalán, hogyha valamiféle profitot szeretnék, és abból gazdagon élni, elutazni a világ végére, lapos színes autókat venni, vagy kacsalában forgó házban lakni, akkor azt ebből az összegből már megtehettem volna. Nem ez a célom, és nem ez az örömet. Ö azok az apró sikerek, amiket elérünk nap mint nap a parkba, akár a visszajelzések alapján, vagy akár az alapján, amit mi csinálunk és látjuk az eredményét, az azt gondolom, hogy leírhatatlan. Szóval nincsen még megfogalmazva az összeg. Biztos, hogy magasabb lesz, mint ha megyünk bármelyik múzeumba, hiszen ott néhány ezer forintért az ember néhány órát vagy egy-két órát elbóklászik, nincs lehetősége alapvetően hozzáérni az autókhoz, se közel menni, se itt nálunk ki lehet nyitni, egy is lesz, amit én fogok végezni reggeltől estig, szinte minden nap, akkor én nagyon sokat szeretnék mesélni az autókról. Ha az itt sokat tudjak mesélni, lesz olyan napunk, amikor azokat az embereket fogom elinvitálni, akiktől autót vásároltam. És szeretném a sztorikat magamba szippantani, hogy legyen miről meséljek. Nem lesz itt okás sem, hogy mit mennyiért és milyen körülményekkel vásároltam. Illetve néhány jellegzetes járművet, kamaszt, ifád, zielt be fogok indítani. Lehessen hallgatni, meg lehet fogni, meg lehet szagolni. Én valódi élményt szeretnék. És igen, nyugodtan belecsukni a szemeket, és fantáziálni róla. Ez lesz, ez meg fog valósulni. Ez a célom. És mindent meg fogok érte tenni, és a kollégám nagyon sokat segítenek. Ez még egy korábbi beszélgetésünk alkalmával kiderült, hogy ezért ez a 700 közeli autó, ez nagyon rövid idő alatt érkezett. Tehát, hogyha jól emlékszem, ez három év három termése. Három a gyűjtése, igen. Ez már önmagában egy felfoghatatlan ö, uh -huh. idő erre, tehát ez eszméletlenül kevés, és nyilván ez mutatja is, hogy milyen iszonyatos munka. Most, ahogy mondod, hogy minden nap majd várhatóan, vagy nyilván most lesz egy szűnnap, mondjuk egy hétfői nap, de hogy azon kívül te minden nap tárlatvezetést fogsz ott tartani, és, és ott fogsz élni ebben az egész világban. Hát ez szintén egy irgalmatlan munka, mert ugye emellé még nyilván van munka, nyilván van munka, de ha le tudjuk az autók begyűjtését, ami leginkább stresszel minket, akkor utána a parképítés marad. Ez meg már játék. Tehát ezt úgy kell felfogni. A kollégáim is így, és ebből az apropó dolgoznak velem, amíg élmény és játék, és nem stresszes. De hát ez a cél. Tehát ugye ezt az élményt szeretnénk adni a látogatóknak, akkor az elsők mi kell, hogy legyünk, akik megtapasztalják. Lettenek az egész KPST Parknak egy Facebookos közössége, azért ez most már elég komolyan épül, ott milyenek a visszajelzések? Akár mondjuk azzal kapcsolatban, hogy mondhatod, hogy tavaly ugye már már szerettétek volna megnyitni, de ugye még húzódik, ott ott milyenek a visszajelzések? Ott mennyire mozdultak be mondjuk erre a május elsői eseményre? Az idei május elsői? Uh -huh. Én kommunikáltam azt, hogy lesz ilyen esemény, és nem a nagy közönségnek. Nem volt rá negatív komment, mert azt is jeleztem, hogy ez egy olyan lépcső, ami már közelebb visz minket a publikus megnyitóhoz, hiszen ebből a hétvégi rendezvényből tudjuk leszűrni a tapasztalatokat, hogy ha majd a nagy közönség előtt kell megnyitni, és mivel nem csináltunk ilyet soha korábban, jól tudjunk szerepelni. Tehát rengeteg tapasztalatot szereztünk. Akár miért nincs kávégép? Igen, aki reggel érkezik, annak kell kávé. Jogos. Uh -huh. Tehát csak ilyen apróság ez, hát nem, hogy Magyarországon kuriózumnak számít, vagy kuriózumnak fog számítani, de szerintem azért így közép-kelet-európában még csak hasonló sincsen. Ezt jól gondolom én? Mennyire hát, néz ki ennek azt képjön, mm -hmm. a világon nincs ilyen, de azért nincs a világon ilyen, mert az összetétele a járműveknek az teljesen egyedi. Ugye Magyarországon abban a... Ö, hát, ö, abban a helyzetben, hogy a környező országokból, a szociális országokból rengeteg jármű típus érkezett hozzánk. Ha bármelyik országba elmegyünk, szomszédos országban már nem található meg ez a széles felhozata. Tehát na, ilyen na jó, be... a keveri. a mix. Aha. Igen, igen. Itt nálunk minden előfordult. Na én erre leszek nagyon kíváncsi, mert hogyha most tételezzük fel, most hasonló és mondok egy számot, és ne mondjál se pro, kontra, tehát mondjuk legyen 10 000 forint a belépő a parkba, Ez még szerintem itthon is egy tök megugorható, miután látom, hogy egyébként milyen élményt kapok ezért cserébe. Tehát, uh -huh. hogy most egy szabaduló szobába akarsz elmenni, vagy valami, ahol mondjuk le tudod az ügyet egy óra alatt, mondjuk, vagy másfél óra alatt, hasonló összeget egy pillanat alatt el lehet verni, ami nyilván élmény a maga módján ez meg egy egészen más, és mondjuk egy félnapos rendezvényről van szó, vagy egy majd, hogy nem egy egész napos rendezvényről van szó. Ez még a mi zsebünket sem üti nagyon meg. A nem véletlenül kérdeztem ezt, hogy a, hogy a környező országokban hogyan működik, tehát, hogy itt valami olyan cunamit én el tudok képzelni, hogy ez itt körbejár, hogy, hogy mi, mi, is van itt Magyarországon, Várpalota mellett, és utána elindul egy népvándorlás, és az a, a dottó befogadó képességgel lesz ugye a szűk keresztmetszet tulajdonképpen ebben a dologban. Így van. Tehát, hogy itt mi lesz, hogy előjegyzés, mert hogy az, az, ben biztos vagyok, hogy itt, itt tömegek indulnának el. A dottó szűk keresztmetszete az csak egy, egy mérce. Tehát úgy tapasztaltuk, hogy az a közel 50 ember kezelhető általunk, és kiszolgálható olyan szinten, ahogy mi azt megálmodtuk. Biztos, hogy nagyobb népszerűségnek fog örvendeni a park, mint amekkorát esetleg el tudunk képzelni. Most ugye kb. tízezer követőnk van. Én úgy gondolom, ha csak tízedük szeretne jönni, akkor elhozza a párját, elhozza a családját. Az mindjárt sok-sok ezer ember. Ha ők hazamennek és elmesélik, hogy mit tapasztaltak az élményeket, és látni az arcukon azt a jó érzést, akkor még több embert fog vonzani. De egyszerűen nem tudunk tovább fejlődni emberileg, nincs meg az a kapacitás, hogy több embert fogadjunk. Pedig ugye a járműveknek ez a túlélése. Minél többen jönnek, annál több bevételt generál, és az a bevétel az megy az autók felújítására és a parkban. Fedésre, aszfaltútra, mosdókra, egyéb érdekességek, mint mondjuk autómozi az vászon, vetítőgép. Mind a mellett nem csak látogatókat fogadunk. Szeretnénk hangsúlyosan csapatépítő napokat is szervezni cégeknek, hiszen az elmúlt években nincsenek újdonságok. Lehet kokártozni, bowlingozni, tekézni, és mennyi betáltak. Jó pénból, igen. Igen. Na most az előbb lehet, hogy az én hasamra ütöttél a 10 forinttal, mert, mert ezen gondolkodunk ez egy nagyon nagy szám így kimondva, hiszen az emberek nem ehhez van szokva, vannak szokva, amikor múzeumban mennek, de itt egy egész napos élményt kapnak érte, kapnak ebédet érte, kapnak vizet érte, nem kell fizetni külön a parkolásért, és ami nyilván megfizethetetlen az élmény. Az az élmény, amivel távoznak. Tehát én nem látom rajtuk, hogy jó érzéssel töltötte őket, akkor szomorú leszek. Volt már nekem korábban hasonló próbálkozásom, ez egy vendéglátóhely volt, nem, soha nem foglalkoztam ilyennel és egy hónap alatt teltházra vittük 250 férőhelyjel ezt a vendéglátóhelyet, és én akkor is nagyon szívesen csinálgattam mindenfélét, tehát asztalokat takarítgattam, söprögettem az utcán, és amikor az utcán söprögetsz és azt látod, hogy nem elsétálnak a, 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 az épületet, és benéznek, és bejönnek, hanem egy egyensen jönnek hozzám. És volt olyan alkalom, amikor nem tudtam leültetni őket, és ez fantasztikus élmény volt. Tehát ez nekem mm -hmm. élmény, tehát ezt ez boldoggá. Más embert is talán boldoggá teszi. Hiányzik ez mostanában az emberek életéből. Nagyon nehéz majd meg megtalálni azt a balanszot, hogy ahogy említetted, hogy az autók jövői is tulajdonképpen nyilván a látogatók kezében van azzal, hogy ők eljönnek és kifizetik azt az adott összeget. Nyilván ez egy ilyen egyenesen következtethető dolog. Mm -hmm. Hogy, hogy eljönjenek, és valóban ez egy olyan unikális élmény legyen, ehhez a te mentalitásod kell, és ez ragaszkodsz, hogy valóban ők úgy érezzék jól magukat. Hol lehet itt, milyen irányba lehet elmozdulni, hogy, hogy itt a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon? Ezt hogy érted pontosan? Bővülni. Hogy több tehát hogy akár, pár, akár két párhuzamosan futó ö, túra, vagy, 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 vagy hogy lehetne ezt? Hát elindulni mindenféleképpen csak egy túrával. Tehát azt gondolom, hogy nálam jobban azt csinálni, amit kitaláltam, és a fejemben van, és amit sok esetben még a kollégáim se tudnak, mert éppen nem beszéltük még meg, bár a gondolkodásunk hasonló, mindenféleképpen nekem kell csinálni. Tehát amíg ez nem forja ki magát annyira, hogy tökéletes legyen, és nem találok még egy olyan embert, vagy kettőt, vagy hármat, aki ugyanezt át tudja adni, és nem kell beépülnem, mint Mátyás királyi hogy lecsekkoljam, hogy tényleg úgy van-e, mert akkor az, az, az hazugság lenne részünkről, ha mást valósítunk meg, mint amit kommunikálok. És akkor itt azért jut eszembe, hogy lesz a nyár folyamán két német nyelvű tárlatvezetés, Erre van már felkérésünk, jönnek Németországba látogatók hozzánk. De már te rátapintottam um, volna erre a dologra, jó? Szóval szükség van ilyenekre is, ugye, látogatók. Szeretnénk mindenféleképpen. Olyan napokat csinálni, amikor mozgásérültek jönnek kísérővel, és akkor a program hozzá fog alkalmaz, nem lesz benne séta, hanem a doktorra fölülünk, uh -huh. és akkor én úgy fogom előadni a, történteket, a, tört, a történeteket, és uh, úgy fogom megmutatni a járműveket. Ugye beszéltünk itt a német nyelvű terrafetésről nyilván szükség lesz angolra is, és egyéb más nyelveken is erre. Uh, szerintem a park kevésbé alkalmas arra, hogy uh, hogy keverjük a családos és nem családos látogatókat. Erre megint csak a hétvége világított rá, tehát amikor gyerekek jönnek, egy picit máshogy kell kezelni a társaságot. Mivel van nekem is gyerekem, sőt, unokám is van, ezért úgy gondolom, hogy képes vagyok rá. Tehát szeretnénk olyan napokat csinálni, amikor kifejezetten családokat tudunk fogadni, és hozzájuk lesz igazítva a tálatvezetés. Valamint gálánsan átsiklottunk. Én no. siklottam, én engedtem el, és részben megértem, hogyha te ezt nem, nem is csaptál le erre a labdára, de muszáj megkérdeznem. Össz, ismét maradunk a, az ideális történetnél. Ebből a bevételből az autók újulnak meg, illetve Igen? támasztódnak fel. Itt nagyon szép ez a történet. Hát azért tudjuk, hogy milyen ö, állapotok uralkodnak, akár csak, hogy a karosszéri alakatost szeretne az ember mm. mondjuk ö, ö, a, meg, megkeresni, vagy megtalálni. Ha talál mondjuk egy olyan karosszéri alakatost, aki ö, emberi módon dolgozik, és ö, mondjuk olyan összegért, akkor valószínűleg ez a, a következő öt éves tervbe fér bele az a munka. Na most hol találsz te embert, aki mondjuk, hát nem tudom, neked van egy mondjuk egy tátrád, és akkor tényleg tátra van, melyik van, Autó, személyautó, 603-as. Az nincsen, sajnos. Hogy, rá, hogy rádapítottam, pont, pont egy jó tátra. Hú, hát, na, itt jönnek a, a történetek, hogy milyen nehéz behozni, vagy milyen mm, nehéz megtalálni. Az egy költséges jármű. Na, ráadásul, Hiszen, ugye. ami felújított egy szép állapotot, az megfizethetetlen. Van egy józan parasztiász úzott határom, amit szeretnék egy-egy autóra fordítani. Volt szerencsém megnézni egyet a közelmúltban itt Pest megyében, darabokban volt, nem láttam lehetőségét annak, hogy mi ezt bármikor is össze fogjuk tudni rakni, tehát az kimaradt. Viszont van teherautóból, tátra. Oké, akkor itt a kést kihúzom most a szívedből, a, a, hogyha mondjuk egy, mondjuk legyen a tátra teherautó, amelyiket te szeretnéd beüzemelni, és mondjuk azt valamilyen állapotba kell hozni, akkor ezzel kit támadsz te meg, ezzel a grandiózus ötlettel, hogy akkor jó napot kívánok, vinnénk, Uh – -huh. Ugye az a terv, hogy a bevételeket, amit a látogatok hozzánk, akár el tudjuk költeni arra, hogy egy közeli vagy távolabbi műhelybe elvigyük. Tegyük fel, hogy van szabad kapacitásuk ránk, mert esetleg szívükön viselik a történetet, és meg fogják csinálni. Azért ebbe bízok. Ö, járművek úgy lettek összeválogatva, illetve törekedtem arra, hogy szoborként, minimum szoborként az elején jól funkcionálják. Tehát ránézésre elfogadható különben rendelkeznek, ne oldalt legyen a lyuk rajtuk a roldás. Tehát alapvetően alul van a küszöb rohadva, az alsó küszöb, vagy az oldalsó, kevésbé látszik, vagy könnyebben javítható. Teljes autót nem akarunk sohasem fényezni, bele szeretnénk spotolni. Tehát ha lefényezzük az egészet, akkor az már nem eredeti lesz számunkra. Tehát inkább legyen rozsdapöttyös, nagyon sok autó abból a korból lakhibás. Különböző márkáknál rosszul használták a technológiát. Nekem ez nem kizárók, hogy kiállítsam, hiszen azt a kort tükrözi, azt a technikát, azt a tapasztalatlanságot. Ö, ahhoz, hogy az autókat hiánytalanat tegyük, nem kell a nagy tudás, megnézzük, mi hiányzik, beszerezzük, felszerejük, felcsavarozzuk, erre képesek vagyunk. Ha kitakarítsuk, megint csak képesek vagyunk, hogy beindítsuk, sem nagy dolog. Tehát nyilván időt kell ráfektetni, kitisztítani, üzemelőrendszert, csöveket cserélni, stb., be fog indulni. Tehát valóban a munka a legnagyobb ö, probléma, de van rá néhány évtizedünk. Tehát, hogy ez nem olyan projekt, hogy holnapra rendbe kell tenni, mert jönnek a látogatók. Nem, a látogatók jöjjenek most, nézzék meg, hogy mi a kor lenyomata így néhány évtized távlatában, és majd milyen változás lesz az elmúlt évek, elkövetkező években. Akkor én itt megragadnám az alkalmat, és ha úgy gondolod, hogy, hogy te ezzel egyetértesz, vagy becsatlakozol a dologhoz, akkor, akkor légy szíves, hevesen. Tehát várjátok akár az olyan lakatosok, szakemberek, felajánlását is, hogy igen, ő nekik mondjuk van szabad kapacitásuk, hogyha ti szeretnétek vinni ö, autót, amit meg kell menteni, és fel kell támasztani. Hát akár, tehát ö, igen. Igen, bár ugye most egy picit gyűjtögetjük az autókat befele. Hát még ha kicsit, nem is a mai napról egy van szó, nagyon, de hogy... Egy kicsit nagyon építgetjük a parkot, és jövő évtől kezdődő projekt lenne az, hogy elkezdjünk az autók felújításával foglalkozni. Akkor már ugye megnyitunk, és lesz egy olyan keret, amit visszaforgatunk vagyis hát a teljes keretet visszaforgatjuk az autók felújítására, és akkor, akkor igen jó lenne, hogyha van valaki, aki szívén viseli ezeket a dolgokat, nem díjmentesen kérem, hiszen látom, hogy fogja finanszírozni, csak legyen nyitott rá, és mm, ez egy magángyűjtemény, de, de mégse. Tehát, hm. hogy én ezt nem viszem a sírba magammal, ez, ez, marad, ez, ez, ez évtizeken, százokon keresztül maradhatna. Csak ezt fenn kell tartani ehhez a látogatók kellenek, és azok, akik szívükön viselik ezt a dolgot, és segítenek abba, hogy ez olyan legyen, mint ahogy én ezt megálmodtam. És nem az én álmomat kell valóra váltani, mert abban bízok, hogy ez sok mindenki másnak is az álma, csak nem teheti meg, mert azt mondja, hogy kivágja, ha vesz egy autót, mert föl kéne kötni a gatyáját. És akkor vehet 700-at is. Én csak a férfi klub lett ebből a végén. Figyelj csak, azért, van néhány eladó autóm, és akkor jönnek a, kifogások, hogy hát az asszony mit szólna otthon hozzá. És nyilván... Van tapasztalatod. Igen. Igen, te elég rendesen megnyomtad a ceruzát ebben a témakörben. Atya is. Egyébként tényleg mit szólt hozzá? Tehát, hogy a... Támogatta abszolút, tehát közöműködő volt ebben minden mint egy álomvilág lenne. Körülbelül annyira, mint amennyire az én világom álom annak, aki most hallgat minket. Na most visszatérve esetleg még arra, hogy felajánlások, támogatások. Ö, alapvetően azt mondom, hogy anyagiakra nincsen szükség. Ö, sokkal fontosabb szakmai tudás felajánlása. És kaptunk már ilyet. Ö, sokkal fontosabb, hogy esetleg megnyíljanak kapuk ahhoz, hogy szertegyünk a park berendezéséhez olyan tárgyakra, amikre nincsen szükség. Ugye a park nem csak a zöld területből, a járművekről szól, hanem olyan kültéri tárgyakból, buszmegálló játszótér, szemetes kuka, ami az egészet színesebbé teszi. Na most ezek a dolgok másnak értéktelenek, vasúladék vagy az se. De sok ilyen dolog található olyan területen, ami ami őrzött vagy hatóságnak a birtokában van, legyen katonaság, vagy honvédségnek hívják most, mávnak a területén is, amik, 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 amik mennek valószínűleg egy felújítás alkalmával a hulladékba. De mi ezt, mi ezt olyan szívesen megőriznénk a jövőnek. És ezen túlmenően nagyon jó érzés az, amikor valaki mögöttünk el. Most tízzel követőről beszélhetünk, akik, akik látnak fantáziát abban, amit csinálunk, de hogyha ha nagyobb fórumokon is lenne olyan, aki, aki mögén kell, csak elvben, az, az megint csak lendíti a dolgot előre. Úgyhogy bárkit is megkeresek támogatóként, mindig úgy kezdem, hogy nem akarok pénzt. Nem pénzre van szükség bármiféle támogatásra. Ugye most jelen pillanatban négy támogatónk van, az egyik a Volvo Ungária, ahol a kamionunk, amikor Pesten van, ott szokott parkolni, a konvoj. Webshop, ugye kamionos alkatrészeket árulnak, tőlük kapjuk a rögzítő hevedereket, a mindenféle olyan eszközt, ami szükséges a kamionunk üzemeltetéséhez. A jászplasztiktól kaptunk rengeteg akkumulátort, ezek az akkumulátorok működtetik azokat a járműveket, amikkel dolgozunk stabilan, illetve a Balaton Rébus segít nekünk nagyon sokat, nekik van egy nagyon brutális mentőjük, amivel elszokták húzni nekünk azokat a járműveket, amikkel mi nem birkózunk meg. És ez, 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 egyik sem anyagi támogatás, mint segítség, mert hisznek bennünk. És P ez jó érzés. Péter, én nekem, ö, én nekem annyira jó érzésem van, is, és, és tudod, milyen nagyon jó érzés, hogy így lassan így a beszélgetés végén azt érzem, hogy, hogy tényleg nem mint az edény bemutatóról, hogy úgy jövök ki, hogy, hogy, hogy pedig, pedig olyan szépen indult minden. Hanem, hanem így bennem maradtam ebben a flóban, ahogy, most ezt, ahogy most ezt az egészet lefestetted. Menjünk, csináljuk. Más út nincsen. Menjünk, Tehát menjünk. ez az út van, ezt találtuk ki, és ezen dolgozunk. Tehát másnak nincs értelme máshogyan csinálni, ezt szerintem. Jó, nyilván ez kell egy elhivatottság, meg kell némi bolondság, meg fantázia is. Hogy ez így legyen. Ezért esetleg sokan nem tudják elképzelni, hogy ez valóban így fog működni. De hát ha majd eljönnek, és tapasztalják a saját bőrükön, akkor érezni fogják azt, amit én már előre tudok, hogy így lesz. Legalábbis én nap mint nap tapasztalom, amikor dolgozok ezen, mert, ahogy mondtam, ez egy játék. Tehát már nem veszük komolyan a dolgot, nem stresszeljünk rá. Én nagyon sok boldog arcot kívánok neked, biztos, hogy mm -hmm. lesz, belőle, lesz belőle gazdagon, és, és hamarosan találkozunk, mert engem azt hiszem, hogy most már egy ilyen hat tökrös szekérrel lehet visszatartani, mm -hmm. és, és megyek le, és ott puszilgatom majd az ikaruszokat vadul. Szabadon foglak, és le fogom fényképezni. <laughs> Ahogy puszilgatom? Úgy legyen, nyugodtan, nyugodtan, nyugodtan. Jó. Péter, nagyon sok és sikert. És ha idehoznánk egy ikaruszt holnap? Akkor is. <gül> <gül> hát akkor lehet, hogy más is megpuszilna, <laughs> hogyha így megállnál, a, megállnál az ikarusszal. Nagyon szépen köszönöm, nagyon sok sikert kívánunk nektek, és, és, és a szent cél érdekében a sok mosolyt. Köszönöm, és nektek is, hogy Ha tetszett az adás, és szeretnél még hasonló tartalmakat nézni, iratkozz fel a Sláger FM YouTube csatornájára, és értesülj elsőként az új tartalmakról.